mobiltelefon, sluszkulcs és egy könyv. Ezeket az értékeket lopta el egy mohácsi nő az egyik helyi panzióból. 2021 áprilisában történt az eset, ám a sértett hölgy észlelte, hogy értékeit eltulajdonítják, így az elkövetőt felszólította, hogy adja vissza holmiát. A vádlott ezt nem tette meg, és támadólag lépett fel a nővel szemben. Ütlegelte, majd egy kést vett fel az asztalról, és szúró mozdulatokat tett a sértett felé. Két alkalommal az arcát is megszúrta. Ekkor még továbbra is megpróbálta az értékeit visszaszerezni a sértett, majd segítségért kiabált. Az elkövető azonban ismételten többször szúró mozdulatot tett felé, majd úgy nyilatkozott, hogy amennyiben nem engedi el, nem hagy fel a sértett a védekezéssel, abban az esetben leszúrja. A sértett már ettől megijedt, és így az elkövetőt elengedte, aki az értékekkel kiment a panzióból. Menekülés közben a helyszínre időközben kiérkező rendőr elől az elkövető kezében a késsel egy szomszédos ingatlanba menekült, ahol a rendőri intézkedésnek is ellenszegült, a rendőröket folyamatosan fenyegette. Végül a rendőrök az elkövetőt elfogták. A rablást megelőzően a nő Pécset utazott egy helyi buszon, azonban a járványhelyzet miatti kötelező szájmaszkot nem viselte. Emiatt a buszon szóváltásba keveredett a többi utassal, melynek során trágár szavakkal szidalmazta őket, illetve több utast is többször megütött, megrugott. Az elkövető egyébként gyakran fogyasztott alkoholt és kábítószert, így a cselekmények elkövetésekor nem volt beszámítható, szakértői vélemény alapján pedig elmezavarban szenved. A vád ellene felfegyverkezve elkövetett rablás büntette és garázdaság vétsége. Bár a törvények szerint a legsúlyosabb büntetési tétel 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés, az ügyészség kényszergyógykezelésre tett indítványt beszámíthatatlansága miatt.